Leülök, én már mit szokott a férfi csinálni, ha van tévé otthon. Leülök, az a kis kis apát. Sőt, kezében a távirányítom, és mondjuk az én férjem a sport, sportcsatornák a beimás után. Jó, erre jövök én haza, vagyis most jön haza a feleség számra. Nem tudod elhívni, ma már megint mi történt. Egyszerűen nem hiszed, de most nem hiszed, hogy nem hiszed el, de már megint, a közönököm már megint. Jaj, várjál már, hát nézd meg, most rúgja be, hát de úrban nem itt lehet beszélni, hát kívjel le, az ahogy panaszkodsz állandóan. Te meg egy folytában éden a tévén. Hát olyan jó, hát jó kedvű. Hát én nem tudom neked, én most itt mondom neked, hogy mit csináltál a főnök. De ilyenkor az nem idegesíted, mikor én vissza kérdés, és már vissza számolt, hogy mit is mondtál. És ez kérdezik. Mik a tapasztalataid? Mit gondolsz, sikerült-e az, amit elterveztetek? Úgy érzem, hogy abszolút sikerült az, amit elterveztünk itt a kirepülés a fészekből tréningen. Nagyon interaktív volt az egész tréning, illetve hát nagyon gyakorlatorientáltá próbáltuk tenni, és ebben a részvevők is abszolút részesei voltak, és próbáltak, és igyekeztek ők is hozzátenni a maguk véleményét. Én azt gondolom, hogy sikerült átgondolni ebben a másfél napban, hogy nők és férfiak hogyan is tudnak harmonikusan együtt. Még volt egy másik mondat, ha visszaemlékeztek, hogy azt is mondtam, hogy de mindig ilyen, így jött haza. Már milyen idegesítő vagy. Én itt ülök a nyugiba, a legjobb meccseket nézem, és várnám a végét, és te most hazajössz, és még föl is idegesítesz, ugye? Mert mindig így jött haza, ilyen feszült lelki állapotba. Hát, képzeljétek magatokat bele erről a helyzetbe, hogy ezért hogy érezheti magát a szegény bárki, akár feleség férj, ha arra jön haza, hogy már megint így jöttél haza. Mi volt a célod? És ezt sikerült-e tartani? Tehát magadat tudtad-e tartani? Úgy érzem, hogy elértük a célunkat ezzel a képzéssel, mert az elmúlt évek tapasztalatai összegyűjtve, összegezve és igazából egy új, frissebb generációnak átadva úgy látom, hogy egy nyitottságot tapasztaltunk ez iránt a téma iránt, és a kirepülés a fészekből témakörben nagyon jól jött az, hogy olyan fiatalokkal, párokkal beszélgethetünk, akiknek a mindennapokban akár kommunikációs problémái vannak, szeretnének erre megoldást nyerni, teljes nyitottsággal találkoztunk tőlük, és gondolom, hogy sokan tudnak akár a gyakorlatban is elsajátítani abból, amit majd a mindennapokban, tényleg amikor egymással beszélgetnek, intim időt töltenek, családjukban vannak, akkor ezt hasznosan tudják megélni ezt a készítést.